Hargita megyében megkezdődött a szavazólapok nyomtatása, jelentette be Adrián Zsán Andréi prefektus. A nyomtatás jogát közbeszerzésen egy sepsi szentgyörgyi nyomda nyerte el. A kormánybiztos elmondta, hogy összesen 614 ezer szavazólapot nyomtatnak a megyében kialakított 290 szavazókörzet számára. Erre a célra 18 tonna papírt használnak fel. A nyomtatási folyamatot a csendőrség ellenőrzi, és ugyancsak csendőrök vigyázzák a szavazólapok csíkszeredába szállítását, majd őrzését a szavazás napjáig, közölte a prefektus. Hargita megyében összesen 270.319 szavazópolgár neve szerepel az állandó választói listákon, akik öt képviselőt és két szenátort választanak meg. A helyekért kilenc politikai alakulat, 79 jelöltje versenk.